Most pedig a JavaScript eseményekhez szorosan kapcsolódóan megnézzük, hogy hogyan lehet mozgatható boxokat készíteni, tehát vonszolható ablakocskákat. Megint csak van egy HTML szerkezet, megint csak tartozik hozzá stílus is, és a HTML-en belül sectionök vannak, amelyek most úgy néznek ki, mintha ilyen kis ablakok lennének, és az a célom, hogy ezeket vonszolhatóvá tegyem. És ebben a gyakorlatban kizárólag ez az egy feladat van, csak ez egy kicsit összetettebb, mint az eddigiek. Na itt akkor az egéresemények játszanak szerepet, egész konkrétan amikor lenyomom az egeret, amikor mozgatom az egeret, és amikor felengedem az egeret, egyelőre csak jelezze ezt nekem a konzolom. Hát akkor fogjuk a sectionöket, nem tudjuk hányan vannak, úgyhogy az összesre igényt tartok, és akkor mindegyiket szépen hozzárendelem az egér lenyomás eseményt, hogy a mouse dumb fusson le akkor, hogyha bármelyikre lenyomom az egeret. Akkor még hátra van a mozgatás és hátra van a felengedés. Ezt már előre elmondom, hogy érdemes őket a bodyhoz, vagy ha van mondjuk egy konténer, akkor ahhoz hozzárendelni. Ugyanis előfordulhat, hogy vonszolás közben túl gyorsan túlszalad az egér az elemen túlra, és akkor nem fogja úgy érzékelni, hogy az elemen mozog az egerem. Úgyhogy akkor vegye figyelembe a bodyn belül akárhol, hogy mozog az egér. És amellett még fontos az a mouse leave esemény, ahhoz is rendeljük hozzá az appot, hogy ne csak akkor érzékelje úgy, hogy befejeztem a vonszolást, ha felengedem az egeret, hanem ha esetleg az egér kimegy az ablakon kívülre. Na akkor ezt követően lenyomom az egeret, megjelenik az, hogy down, felengedem az egeret, vagy kimegy az egér a területen kívülre, akkor megjelenik az app. Egyébként ilyenkor akár hogyan mozgatom az egeret, akár merre, mindig move, 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 move. Úgyhogy akkor bővíthetnénk azzal, hogy csak akkor jelenjen meg, ahogy move, sőt ne is move, hanem drag, amikor nyomva tartom az egeret. Hát akkor ez legyen egy változó, amiben nyilván tartjuk, hogy éppen melyik a vonszolandó elem. Kezdetben nincs ilyen. Amikor lenyomom az egeret, akkor az aktuális szóban forgó section lesz ez a vonszolandó elem. A move-ot úgy módosítom, hogy amennyiben a drag elem értéke valami, tehát nem üres. Csak akkor jelenítse meg a draget, és amikor felengedem az egeret, akkor megint ott tartunk, hogy nincs elem, akit vonszolnék. Ez akkor az alap, ez megint csak az befolyásolja, hogy a konzolon a drag szó csak akkor jelenik meg, hogyha nyomba tartom az egeret mozgatás közben. Na de akkor történjen meg a tényleges mozgatás. Ez az elején nem hangzott el egyértelműen, de sejteni lehet, hogy ezeknek a sectionöknek a style.css-ben abszolút pozíció van beállítva, úgyhogy laptop tulajdonságokkal lehet őket szépen elmozdítani. Hát akkor mi történik az if-en belül? Hát először is ki kellene kalkulálni az ő új pozíciójukat, először is fogom az elemnek a loss-off-t, az offset leftjét, és hozzá kellene adni a... hoppá! Tegyünk be a function után egy LVT argumentumot, ugye? Az esemény leíró objektum. És akkor az LVT-nél a movement x az elmozdulás, ezt adjuk még hozzá. Ugyanezt az y esetén is megvannak az új pozíciók, akkor ezt már csak be kellene állítani az elem style tulajdonságán belül, leftnek, illetve topnak, fontos, hogy pixel mértékegységgel együtt. És ezt követően, ha minden igaz, már mozgathatóak is a section ablakocskák. Ez a gyakorlat mindössze ennyi lett volna, de remélem izgi volt.